ember. Meg állandóan jönnek, jönnek az emberek, vagy legyobják a csikét, vagy a pakét járók, mert mindig van kicsit. Egy legtöbb ilyen románok vannak az általában. Igen. Munkát keresnek általában reggel, mint ilyenkor nem lehet kifalni. Szemetelnek az biztos, de egymás között nem tudtak összekedni. Tehát csak annyi munkát keresnek, az vagy találnak munkát, vagy nem, de nem nagyon viszik őket. Suntem în România, din Cluj. Da, aici vin oameni care are nevoie, nu, vreau păcutare, îl duc. Fiecare dimineață ieșim afară. La ora 5. Nici ieri, nici alalte. Sunt săptămâni care nu primim lucru. Eu sunt din februarie aici. Am lucrat o săptămână. Urom, dar trebuie neamă în România așa mișa. Mă-nime pici apă hoză. Dar nu-i te îmbăsă gășam. Iva, România, Iva. Să nu-i ați fost apă, vă rege deși. Mivă? Să nu-i fost, hai hangoșa la fost apă, vă rege. Nu, a mivă? Megöltem valakit vagy. Dar cum mi-te hozul, eu zic tu, mă, mai e vădă. Nu. Că știi că-i lăsă ursa, vădă. Vădă, vădă, vădă. Hát itten érdekel, itten érdekel őtet. Na. Mondani, mi vagy te? Nem szólt ezt a tudatban. Na. Na, nem, no. Új van. Na, mi van? Mondani, mi vagy, ki vagy, milyen kecsek, vagy milyen csalás. Nem voltam itthon. Még mikor itthon voltam, akkor azt mondtam, hogy Istenem segíts engem Amerikában ki, hogy én az álvilág érve, mert tudod, ha följövök Károlnak, hogy csak az érdekel, hogy elhagyjam. Meg akikkel, mondjuk ezek ismernek, ezek szeretnek, ezek az újságok, akik. Mert itt vagyok, és látják, hogy én mondjuk nem ahhoz a réteghez tartozom, amelyik ciganyasszonytól félni kell, mert hát a názareti imádkozhatok? Igen. És nem tudom a munkájukat, de szépnek látom, áld meg őket, atyám, vezdesd az útjukon őket, és értelemről értelemre jussanak, és add, atyám, hogy segítő emberek legyenek, és mindig oda menjenek, uram, ahova te küldöd őket, és te olyan helyre küldöd őket, atyám, ahol használni tudod őket, mert csak abban is mindenütt és mindenhol szerencsések legyenek. És én meg megköszönöm, uram, hogy imádkozhattam. Nem szabad árulni, tiltja. Nem szabad, mert ugye mivel nincsen engedélyünk, tehát... Menjem a minden utcában. Úgy nagyon jó volna, hogy egy olyan helyre, tehát egy olyan helyet kapnénk, ahol nem tiltanék. Ez a rendőröknek is jó volna, még nekünk is, hogy ne kell zavarni, meg minden. Tehát sajnos nem lehet, tehát nem találunk olyan helyet. Hát sok ember, igen. Ez a jó. De itt a legnagyobb. Tehát 10-15-öt álladunk naponta, tehát az nem sok. Egy évből 2-3 hónapot itt vagyunk, az nem sok. Találkozunk egymással, tehát úgy egyben, ne, tehát nem lakunk egyben. Csak hát látásból persze. Ki azt mondja, nem veszik kávét? Tehát mindenki akkor árulja, amikor neki megfelelte. Ez nincs megszabályozva, hogy ma én, vagy hónap másik, vagy délután. Kinek ahogy van, jön is, majd valahova megáll és árulja, tehát ugyanúgy, mint mű. Hajléktalan és
együtt élünk, olyanok vagyunk, mint a testvérek, vagyunk 30-an, 40-en, és olyanok vagyunk tényleg, mint a testvérek, mindent megosztunk egymással. Étel, food, drink, money, cigars, mindegy itt vagyok. My room. Mondd meg neked, hogy minden nap, mondd, hogy hajléktalan vagyok. Nincs lakás. A feleségem kirúgott, mert összeállt egy szakácsa. Tudtam fel, ismerek mindenkit. Hogy mondjam neked, ismered sok itt a román állampolgár, sok itt a... Vannak punkok. Punk, alright? Vannak cigányok, vannak románok, vannak magyarok. A románok azok munkát keresnek, a punkok téregetnek, leemolnak, a cigányok járnak lopni, stb. Terepet. Tudni kell, kivel hogy lehet beszélni. Ez nagyon fontos, mert akkor rámehet az ember, hogyha nem tart. Vannak itt bizonyos törvények, amit be kell tartani. Csibész törvény. Kell egy mentor, aki megmondja, hogy merre, hol, hány méter. Kell egy mentor. Kérdezz meg tőle, hogy ad nekem egy kis pénzt. Thank you very much.